Jó reggelt, jó munkát kívánok egy tisztán belső comb programmal. Állásban indulunk, lehet támaszkodni, mert egy egyensúly gyakorlat lesz egy lábon állásban, mégpedig jobb láb elől keresztbe, emel. Elől keresztbe. Így van, megy az egy perc. Az összes szabály, tudod már, tartóláb legyen egy picit behajlítva, legalábbis ne feszítsd át, tehát nem kell nagyon behajlítani, de ne legyen teljesen kifeszítve, feszítsd a farizmokat, hasizmokat, és amennyire lehet, húzd keresztbe ezt a jobb lábat, és ahogy mondtam, nem hoztam ide a széket, de mutathatnám úgy is, hogy támaszkodok, de lehet ebből egy egyensúly gyakorlat is. Lehullottak a mandula fáról a levelek, őszibarackott a háttérbe, ha belátszik a képbe, már teljesen rozsdás. Nyilván mögöttem az örökzöldek örök zöldek, de gyönyörű az ősz. Kergetőznek a felhők az égen, szerintem ezen a mai felvételen is lesz minden borús és derűs kép is. Ha azt érzed, hogy a tartólábad fárad el, inkább jól érzed, oké, jön a másik oldalra ugyanez, tehát bal láb elől keresztbe, és emel. Jobb láb egy picit hajlítva, enyhén, és tartjuk az egyensúlyt. Nyilván, tehát a belső combot célozzuk, akkor ugye azt szeretnénk, hogyha előre minél inkább keresztbe kerülne a láb, és úgy tudnánk emelni. Biztos, hogy nagyon sok más izom is bedolgozik ebbe, de tagadhatatlan a belső combnak a dominanciája, na már is egy nagy felhő. De úgy futnak a felhők az égen, hogy ez is biztos mindjárt odéblibben, és nem fogja eltakarni a napot. Tökéletes az időjárás, 11-2 fok, bőven elég. És ennyi volt az állós rész a belső comb programban. Megyünk le a talajra, mindegy melyik oldaladra fekszel, valamelyik oldaladon feküdj. Fölül levő láb elől pihen, alul levőt emeled. Arra figyelj, hogy vízszintes legyen a lábfej. Ezt is sokszor átvettük már. Hogyha könyökölsz, akkor ne csúszson be a nyakad a vállad alá, hanem emeld ki a nyakad, nyisd a mellkasod. De fekhetsz az oldaladon is nyugodtan, vagy könyökölhetsz úgy, hogy támasztod a fejedet. Semmiképpen ne roskadj bele a tartásba. Ne tedd le a térdedet. Az igencsak megnehezíti a dolgot, de egyébként is jó az, hogyha csak úgy süllyed magától, mert az is nyújtja a fölüllevő lábon a farizmok, combizmok egy részét. Tehát hadd süllyedjen. Ha már igazán a belső combot meg akarjuk dolgoztatni, akkor hát a klasszikus kiinduló helyzetekben nem csak a klasszikus gyakorlatokat fogjuk elvégezni, hanem a következő gyakorlat, ezt a lábat megemeljük, és egy percig tartjuk, megy az egy perc, és tényleg megy. És nem tesszük le. Hát remélem, hogy elfárad a végére. Egyébként, ha megcsinálod a teljes 15 percet, akkor nyilván ez egy egyoldalú, egy testrészre szóló edzés. Én ezt a magam részéről önálló edzésnek nem ajánlanám, hanem inkább azt mondom, hogy ha valamire még pluszban rá akarsz dolgozni, akkor egy teljes testes edzés után vedd elő még ezt az anyagot, vagy akár a csak kart, vagy a csak hasat, vagy amelyiket szeretnéd még, amire szeretnél rádolgozni, azt egészítsd ki, de ne használd ezeket az egy testrészre szóló edzéseket önálló edzésnek, mert az nem éri meg, nem jó egy edzés, vagy egy testrészt kiemelni, a többit pedig elhanyagolni. Fordulunk. Tartottad egy percig, biztos vagyok benne. Nem volt könnyű, jöhet a másik oldal. Alul levő lábat kinyújtjuk, és megy a lábemelés. Ugye? Tehát lehetne így is. Támasztod a fejedet, lehet oldalon fekvésben. Én a magam részéről egyébként az oldalon fekvést azt nagyon szeretem így kényelmesen a talajon, mert ezt is sokszor elmondtam már, akkor már,
ha letetted, akkor már nem te viseled a súlyát, a terhét, tehát akkor már az ízületeknek biztos, hogy könnyebb feladata van. Ezért, amit lehet fekve erősíteni, azt szerintem úgy kell, és ha már elég erős, akkor lehet nagyobb terheléssel dolgozni, ülésben, állásban, és a többi a földtől elrugaszkodva is. De azért sorolom ezeket az egy testrészre, de nehéz már ezt kimondani, egy testrészre szóló edzéseket a könnyített programok közé, mert most a következő egy percben majd tartani kell a lábadat, mert igencsak talajgyakorlatokból áll, és bár ezeket a testrészeket is lehetne nehezebben, vagy nehezebb gyakorlatokkal edzeni, de direkt a könnyűeket válogattam össze. Jó, tehát ezek már simán mennek, le tudsz tolni egy 15 gyakorlatot egy testrészre, akkor már bármit meg tudsz csinálni, ami legalábbis ami az én tornáimat illeti. Remeg, nem baj. Ne tedd le. Akkor tedd le, ha muszáj egy picit megállni, pihenni, akkor természetes. Leteszed, fújsz egyet, megmasszírozod, lerázod, és újból megemeled és tartod. Ugye, ezt is sokszor mondtam már, hogy egy perc az nem azt jelenti, hogy egy percig ki kell bírni, hanem azt, hogy egy percig kell ezzel foglalkozni. 3, 2, 1. Nagyon jó. És innentől kezdve nagyon sokáig hátonfekvésben fogunk dolgozni. Szerintem én benne leszek a képbe, ha így elfordulok. Alátámaszthatod a medencédet a két kézfejeddel, figyelem, ahogy futnak a felhők, vagy oldalsó középtartásba is nyithatod, csak a jobb nyit. Vagy ha éppen most a jobb lábad fáradt, akkor nyisd a balt. Jó? Tehát kezd a pihentebb lábaddal. És képzeljétek el, olyan most a felhőmozi, hogy nyilván több rétegben is futnak a felhők, és vannak olyan felhők a magasban, amik jobbról balra futnak, és kicsit lejjebb meg, amik balról jobbra. Tehát egymással szembe menő forgalom van, de nyilván különböző légi folyosókon, tehát ezek itt nem fognak összeütközni, hanem elfutnak egymás fölött és alatt. Nehogy aztán a nagy mozizásban az órát elfelejtsem bekapcsolni, meg hogy nehogy elfelejtsem elmondani a szabályokat. Hát gyorsan azt is mindjárt ide fűzöm. 4, 3, 2, 1. Nagyon jó. Jön a másik láb. Benne vagyok a képbe. Szerintem benne vagyok. Tehát a szabályok. Köldöködet behúzod, derekadat lesimítod a talajra, két kézfejedet becsúsztathatod a feneked alá, ha úgy stabilabbnak érzed a medencédet. Nyakad se feszül, szép, hosszú a nyakad. Álladat behúzod, van egy kis toka az állad alatt. Ezek a legfontosabb szabályok. Azt javaslom, és ezt is sokszor elmondtam már, de hadd legyen itt még összegzésként, hogy ha csak teheted, akkor menj ki a szabadba. Erre egy kis terasz is jó, hogy ott tornáz, vagy egy kis erkély, de legalábbis nyisd ki az ablakot, ha tornázol. Legalább arra az időre friss levegő áramoljon a tüdődben. Nagyon-nagyon sokat számít. Jó, váltott oldal. Megy az egy perc. Egy ide, egy oda. Nem akarom elkiabálni, meg nem akarok, hogy mondjam, ilyen egyszerű megoldásokat kínálni, vagy ajánlgatni, de szerintem az én példám nagyon jól mutatja, hogy mivel elég sokat vagyok a szabadban, ráadásul ugye a videókat is itt a szabadban forgattam, mert annyira megkapónak találom a környezetet, nem csak azért, mert ugye itt lehet a legszebb fényeket produkálni, hanem a szobában mindig sötét van, hanem valóban a zöld természetes környezetben a torna is
hogy mondjam, élvezhetőbb még a nézése is, de hát remélem, hogy együtt tornázunk. Biztos vagyok benne, hogy ez a sok szabadtéri edzés tartja távol tőlem a vírusokat. A következő csak, hogy ne tévesszek, és a baktériumokat, ugye, amiktől megbetegedhetnék. Kereszt. Oké. Mindkettőt nyitjuk, de mindig a jobb megy elől keresztbe. Nyit, és jobb kereszt. Nyit, és jobb kereszt. Tehát, ez is aszimmetrikus munka, csak a másik végén aszimmetrikus. Tehát nem a nyitásnál, hanem a zárásnál, ami nem is zárás, hanem egy megnövelt mozgásterjedelemben egy lábkeresztezés. Ugyanazok a szabályok. Feszes farizmok, feszes hasizmok, derekad a talajon. És hogy miért nem érdemes egyébként egy testrészt kiemelni, még ha úgy érzed, hogy azzal van a legtöbb gond, tehát nem vagy megelégedve a hasaddal, karoddal, belső combbal, farizommal, bármivel, mert az egész testünk egy egységként dolgozik egyébként a napi tevékenységek, mozgásos tevékenységek során, és most a másik oldalra jön ugyanez, tehát indítom az órát, nyit, és mindig a bal megy elől keresztbe, oké? Tehát megfordítottuk, most a másik van elől. És nekünk az a jó, hogyha egyensúlyban van a testünk teljesítő képessége, és hogyha valamit túltolunk, akkor az biztos, hogy a másik oldalon egy hiányt okoz. Tehát, hogyha egy feszítő gyakorlatból milliót csinálunk, akkor a másik oldalon erejüket vesztik, túlnyúlhatnak az ellenttartó izmok, aminek az lenne a feladata, hogy ellenttartsanak, és így az ízület egyensúlya borul fel, amit ugye amit ezek az izmok mozgatnak. Tehát ez bármelyik testrészt levetíthetném, tehát az ember mindig vádli gyakorlatot csinál, akkor a lábszári elülső izmok túl satnyák, gyengék lesznek, és létrejöhet fájdalom a térdben vagy a bokában. Ez csak egy példa volt, menjünk tovább a következő egy percben váltva. Tehát egyszer az egyik megy elől, egyszer a másik megy elől. Oh, micsoda meglepetés! De hogy meglepetés, szerintem tudtad, hogy ez lesz. Elárulom, hogy ez a 12. gyakorlat, tehát ez egy gyors edzés, mert ugye nincs benne túl sok cihelődés, költözködés, eszköz, hát eszköz abszolút nincs benne. És ahogy mondtam, ezek az alap és egyszerű gyakorlatok, amiket lehetne eszközzel, most így a legegyszerűbb a lábsúlyra gondolni, hogy a lábsúlyzóval is lehetne nehezíteni, csak akkor csináld, hogyha egyébként ez már meg se kottyan neked, csak akkor húz súlyzót a lábadra, mert nyilván nem szeretnéd a csípőizületet koptatni, tehát mindig kell, hogy az izmok uralják és kontrollált legyen a mozgás, ezért a mindenféle plusz súly csak ezután ajánlott. És ott van még ugye a gumikötél, amivel szintén lehetne nehezíteni a gyakorlatot, mondjuk az nem így néz neki. A 12. gyakorlat után biztos, hogy a 13. jön, és maradhatsz még fekvésben. Egy sima belső comb gyakorlat, annyi csak a nehezítés, hogy nem zárjuk össze a lábunkat, tehát az alsó szakaszon mozgatjuk, csak félig emeljük föl, mert ha összezárnánk, akkor ott pihenni tudna. Aki már nagyon elfáradt, az teljesen összezárhatja a lábát. Feszes farizmok, feszes hasizmok, széles mellkas, hosszú lazanyak. Ha ez nem teljesül, akkor fölösleges bármilyen plusz nehezítést alkalmazni, eszközt használni. Mondjuk labdával nagyon könnyű lenne, ha egy labdát szorítanánk össze, akár egy nagyobb labdát, vagy egy kisebb mozgásterjedelem, egy kisebb labdát, az már belső comb lenne. A gumit nyilván nem tekernénk körül a két lábunkon, mert a gumi segítené, hogy visszahozzuk a lábunkat, tehát pont a belső combról venné le a terhelést. Nagyon jó! Ülésben ez majd, hogy nem nyújtó gyakorlat, amit csinálni fogunk. Terpesz,
Ha nem tudod kinyújtani a térded, akkor egy picit hajlítsd be mind a kettőt. Nyújtózz a törzseddel, egyenesen előre. Felgördülünk, nyújtózunk. Jobbra fordulunk, egyenesen le. Felgördülünk, nyújtózunk. Balra fordulunk, egyenesen le. Felgördülünk, nyújtózunk. És ismételjük. Előre, felgördülünk, nyújtózunk. Jobbra, felgördülünk, nyújtózunk. Balra, felgördülünk, nyújtózunk. Egy kör még biztos belefér. Egyenes, felgördülünk, nyújtózunk. Jobbra, felgördülünk, nyújtózunk. Balra, felgördülünk és nyújtózunk, és egyenesen előre dőlünk, és itt maradunk egy picit. Megtámaszkodunk a tenyerünkön, előre toljuk az ujjak hegyét, esetleg még megkapaszkodunk a lábunkba, ha az segít. És ez már nyújtás, és még egy nyújtás. A következő gyakorlat. Hát talán ezt nem is kéne mérnem egyébként stopperral. Kifelé mutat a bal lábfej, behajlítod a bal térded, a jobb lábszár hátrafelé mutat. Tolod kifelé a térded, és bedől a comb. Így van, egy picit megtartjuk. Ezt meg kifelé, azaz. Majd balra fordulunk, és elkapjuk a kezünkkel a cipőnket, lábfejünket, és odahúzzuk a sarkunkat a fenekünkhöz. Ha ez így messze van, és nem tudsz megkapaszkodni se az oknitba, se a nadrág szárába, akkor majd megmutatom, hogy hogyan kell ezt helyettesíteni. Mindenesetre most húzódik a comb és a csípő elől. Most jön a másik oldal, kifelé a jobb, hajlítjuk a jobb térdet, bedől a bal comb. Nagyon sokat volt hajlítva a csípő, és ezt az utolsó gyakorlatot, amivel a csípő előső részét is nyújtjuk, a következőt, mert ez az utolsó előtti, azt azért gondoltam ide a végére tenni, az edzés végére tenni, hogy ne maradjon benne feszültség. Ráfordulunk, elkapjuk, tehát erre gondolok. Oda húzzuk a sarkunkat a fenekünkhöz, és leengedjük a csípőnket. Ha ez nem megy, tehát nem éred el sehol se, nadrágszára, bármi, és hevederrel se tudod megoldani, akkor a legegyszerűbb, hogyha ülésben egyik oldalon hátra húzod a combodat, így biztosan eléred, és ugyanezt megcsinálod a másik oldalon, és ne ilyen rövid ideig, hanem nyugodtan maradj benne még egy kicsit vagy nagyot, ameddig jól esik. És ezután is jöhet még egy nyújtósor. Váljék kedves egészségünkre a torna!